Háború. Világjárvány. Energiaválság. Gazdasági világválság. Morális és általános bizalmi válság. Vajon mi jöhet még? S legfőképpen, vajon meddig bírjuk még az úgynevezett civilizációnk megalkotóinak álmokfutását? Súlyos tényekkel és súlyos kérdésekkel kell ma az emberiségnek szembenéznie. Mindannyian olyan választ várunk, ami egyértelműen rávilágít a problémák gyökerére. Megvalósítható megoldást, reményt és hitet ad a jövőre nézve. Valójában nem is kell messzire menjünk, hiszen itt élünk a Kárpát-medencében, az emberi civilizáció egyik bölcsőjében. Így mihez is fordulhatnánk, ha nem ahhoz a rendező és teremtő elfhez, ami mindenki által jól ismert. Egy ősi szimbólumot hívtunk hát segítségül, az életvirágát. Hét egyenlő sugarú kör, virágalakzatban elhelyezkedve, amelyek mindegyike egy-egy elemet képvisel, és ezek együttes hatásának, kölcsönös harmóniájának az eredménye maga az élet. Hogyan is lesz ebből megoldás a mindennapjainkban? Ki? Vagy inkább kik adják ehhez a sok ezer éves szimbólumhoz a megoldó kulcsokat? Csak is azok, akik értik és tiszteletben tartják a lényegét. Magát, az életet. Az életet. Mi ezeket az embereket keressük. Őket szólítjuk. Őket szólítjuk. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai kivételes vendégünk Bedő Imre, a Férfiak Klubjának vezetője és megálmodója. Sok szeretettel köszöntünk. Köszöntelek én is, és üdvözlöm a nézőket. Az első kérdésem az lenne, hogy társadalmi jövőképet vajon kivel lehet? Kikre építhet az ország meglátásod szerint? Melbevágó, hogy én olvastam egy könyvet ezelőtt néhány évvel, egy amerikai ember írta, és azt írta, hogy a 21. században azt gondolnánk, hogy ez már rég nem így van, de mégis ő azt írja, hogy a jövő a törzseké, hogy törzsi értékmentést kell végezni, és ezek a törzsek úgy néznek ki, hogy annyira értékvesztett lett a világ, hogyha valaki valamilyen értéket elkezd felmutatni, akkor köréje törzsek gyülekeznek. És ezek is lehetnek a legkülönbözőbb értékek, vagy még értéktelenségek is, amiköré törzsek gyülekeznek, de a társadalom kisebbsége fog törzsekbe is gyülekezni. Tehát olyasmi ez, mint hogyha ilyen mentőcsónakokat építenénk, és azok között is lesz egy verseny, hogy ki az, aki igazi értéket képvisel, és ugye ez arról is szól, hogy a gyermekei, utódainknak mit tudunk átadni, milyen értékrendet tudunk megtartani, és úgy átadni, hogy az generációkról generációkra öröklődjön. Mert azok fognak majd minden nehézségen átmenni. És a többi törzs, aki gyengébbecske értékrendet követett, vagy azok, akik egyáltalán nem tömörülnek törzsbe, az viszont a társadalmi többség jelen pillanatban, azok nem fogják a elkövetkezendő nehézségeket átvészelni. Ez úgy tűnik. És nekünk, én azt állítom, hogy úgy kell gondolkodnunk, hogy ugye a mai embernek az a legnagyobb problémája, hogy ő a saját életébe akarja learatni azt, amit elvetett. És ez sose volt így, tehát mindig arra tanítottak bennünket az elmúlt x ezer évben, hogy a jövőbe fektes, add tovább a jövőnek, mert majd valamikor valaki, ha akarja, vagy ha tudja, akkor le fogja aratni. És ha mi úgy gondolkodnánk, hogy mi a következő 800 évnek dolgozunk, és mi csak a magunk 80 évét tesszük ebbe bele, és örüljünk annak, hogy a magunk 80 évét keményen beletehetjük, és arra neveljük a gyerekeinket, hogy ők is a saját 80-nyukat tegyék bele, hogy majd egyszer, valamikor legyen olyan, ami ennek megálmodta valaki, de igyekezzünk arra fele menni, és nem akarnánk ezt learatni, hanem a magunk részét bele akarnánk tenni. Talán ez is egy törzsi, ilyen, hogy mondjam, egy ilyen törvény lehetne, ami köré lehetne tömörülni, akkor mi is, hogy mondjam, boldogabbak lennénk, hogy mi tényleg csak a magunk részét tudjuk hozzátenni egy ilyen jövőhöz. És egy kicsit talán a török időket hoznám példaként, mert ugye akkor volt az, ami előttünk állott, ugye, mint példa, hogy 150 évig itt voltak,
Tehát úgy születtek emberek, és úgy haltak meg, hogy a török volt, és még mindig a török volt, és nem is gondolták, hogy majd egyszer lesz, vagy nem lesz a török. És mégis át tudták adni úgy az értékeiket, hogy fel sem merült az, hogy amikor ugye megváltozott a világ, akkor ez az egész tovább tudott menni. És ma olyan kemény világot élünk, amikor nagy a veszélye annak, hogy nem fogjuk ezt generációról generációra való értékátadást úgy megoldani, hogy 100 év múlva is legyünk. Tehát a törzseké a jövő, és az értékrendbe tömörülő törzseké, és még azon belül is azoké, akik nem csak filozófiai, meg mindenféle ilyen szerteágazó értékrendekbe kapaszkodnak, hanem talán azoké is, akik a hitüket meg tudják nagyon-nagyon keményen tartani. Tehát olyan fajta hitbéli emberek, akik a hitnek a gyökereit tudják úgy ápolni, hogy a hitet állandóan a lehető legnehezebb helyzetben is meg tudják tartani. Mert ez egy külön műsor, és az értékrend, ami erre ráépül, az egy külön műsor. Tehát ezt a kettőt, ha nem tudjuk összerakni, ez lesz a nyerő mentőcsónak. Milyen fő szempontok vannak meglátásod szerint? Mik lehetnek a leghangsúlyosabbak ahhoz, hogy változtatni tudjunk a dolgok menetén? Tehát, hogy jó irányba tudjon a társadalom esetleg elindulni. Mik lehetnek ezek a szempontok? Itt megemlítetted a hagyományt egyébként, ami nagyon fontos dolog, hiszen ókori kutatgatásaimból kiderül az is, hogy maga a hagyomány az, ami az évszázadok vagy évezredekben nézve csorbulást szenved, és onnantól kezdve teljesen egy másfajta, egy önfennszámoló létminőséget hoz létre a világ, és ugye ott tartunk, ahol a mai világban vagyunk, hogy gyakorlatilag ilyen világvégeszerű helyzet van az élet számtalan szemszögéből, vagy vetületében tekintve. Mit látsz ebből, hogy milyen fő szempontok lehetnek, amikre hangsúlyt lehetne fektetni, és amivel esetleg irányt lehetne változtatni a dolgok eképpen történő alakulását illetően? Ugye én közgazdász vagyok, de egyrészt ugye az a gazdasági modell, amiben a világ dolgozik, sőt az a politikai modell, amiben ugye mi az egész nyugati, sőt most már a nyugati zált földgolyó, ugye mindenkit nyugati záltak végső soron az elmúlt 50-100 évben, tehát ezek a gazdasági és politikai rendszerek sem jók, de ebben most nem akarok belemenni, hogy ez is önmagában egy univerzum, amit ki kell fejteni, és biztos lesz ebben a kerekasztalban olyanok, akik inkább ezzel foglalkoznak, ehhez én hozzá tudok szólni sok mindent. De ami nagyon érdekes, és amivel én foglalkozok, az nyilván a férfi és a nőnek a helyretétele, mert a férfinő szövetség az egyedüli olyan helyreállítandó dolog, amiből az élet következik, ugye, tehát ami életet tud adni. És életet nem a gyermekek megszülésével, nem nemzésével és megszülésével ugye lehet továbbadni, mert az nem elég. Tehát darabra szaporodni nem elég, tehát az embernek sajnos ugye olyan fajta szellemi kapacitása van, amivel az állathoz képest, hogy az állat az megszületik, és majdnem mindent tud azonnal, amit tudnia kell, de úgy is hal meg, ugye. Tehát az embernek a végtelen kapacitásával, ugye ha megszületik, és nem adunk olyan erkölcsi értékrendet, ami miatt ő jobb helyé akarja tenni a világot, mint a miénk, akkor előre, tehát le fogja rombolni. Tehát vagy jobbá teszi, vagy lerombolja, ugye. És látszik most, hogy azért rengeteget rombolnak jó szándékú buta emberek, ugye, ahogy mondják, hogy a pokolba vezető út is jó szándéka van kiköze. Tehát, hogyha nincsen ez az értékrend, akkor puszta a butaság bátorságával, ahogy mondták, rengeteget lehet rombolni, miközben ő minden reggel, miközben borotválkozik, az hiszi, hogy valami jót fog aznap is csinálni, és közben lerombolja. Tehát nem elég megszülni, hogy darabra legyen, és még az sem elég, hogy erkölcsi értékrendet átadjunk neki, hogy esetleg legyen jobb a világ, hanem családképessé kell tenni, ami azt jelenti, hogy nem csak a fiút és a lányt párkapcsolatra, vagy a házasságra, vagy szövetségre képessé kell tenni, hogy egymást kapcsolódni tudjanak egymáshoz. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi az, ami kapcsolódás képessé teszi, hanem ennek a kapcsolódásnak a hosszú távú fenntartására is képesnek kell tenni. Azért, mert ők vágyat kell keletkeztessenek a saját gyermekeikbe, hogy ugyanilyen dolgot hozzanak létre, mint a család. És azok is vágyat kell keltsenek, hogy ugyanolyan dolgot hozzanak létre, mint a család. És ma ugye úgy tűnik, hogy az erkölcsi értékeket még az iskola, meg az olvasmányok, meg ilyen-olyan dolgokban megpróbáljuk valahogy átadni azoknak, akik megszületnek amúgy nagyon kevesen. De az, hogy ők családképesek legyenek, azt már ugye egy férfi, meg egy nő, egy együttműködő férfi, egy együtt maradó férfi nő tudná megadni. Ráadásul ugye a családok úgy néznek ki, mint egy csatatér, tehát
a gyermek azt érzi, hogy ha hazajönnek a szülei, fáradtan, frusztráltan a munkahelyekről, ahogy ami történeteket elmesélnek a szülők, azok arról szólnak, hogy a munkahelyen jó volt. Mert a munkahelyen megint a főnök ezt csinálta, jött egy külföldi delegáció az ebédnél, mekkorát nevettünk a munkatársakkal, meg ott el lehet bújni abba, hogy közösen, ugye mindig a másik az, aki nem jól csinálja, tehát ugye be lehet bújni ebbe a közös felelősségbe. De otthon, amikor a fáradt emberek egymásnak taszigálják a munkát, a feladatot, és veszekednek, hogy ki a cseléd, ki a nem cseléd, ki mit csinált, ki miért nem csinálta, akkor az egy olyan csatatér, amiről a gyermeknek az a lenyomat keletkezik, tudat alatti lenyomat a fejébe, hogy a munkahely az egy jó dolog, de ez, ami itthon van, ez nem jó dolog. Tehát ő, amikor felnő, ráadásul az iskolarendszer csak is a munkahelyekre készíti föl, ő félni fog attól, hogy ő, ez nem egy fészek, hanem ez valami őrület, amit azt nem fogja akarni. A munkahelyet viszont fogja akarni, mert muszáj, mert ki kell fizetni a rezsit, sőt, abból a pénzből ő még elmehet hajókázni, meg ejtőernyőzni is, tehát az egy egész jó dolog lesz. Tehát a család nem csak a kapcsolódás képességet, hanem a vágyat kell keletkezni. Tehát mi olyan fészket kell építenünk, ami miatt ő is fészket akar, meg ő is fészket akar, és ez azért nagyon durva, amit most mondok, mert korábban, a régi időben nem volt más lehetőség arra, hogy előre haladjanak. Tehát aki nem állt be a sorba, és nem lett felesége, férje, az annak az élete egy nagyon kicsi élet kellett, ugye, amit egyedül kellett kapálni is, meg megfőzni is, meg minden, annak egy pici házicskója volt, egy pici földecskéje valahogy, és egy nyomorult életet élt, tehát egy pár tudott csak fejlődni és életet adni. Ma meg a pénz miatt mindenki azt gondolja, hogy egyedül, de egyedül csak kipusztulni lehet, ugye, tehát akinek nem lesz, aki az életet nem adja tovább, az nem meghal, hanem kipusztul. És erre nincsenek nagyon tekintettel az emberek, tehát még egyszer mondom, megszülni, erkölcsi értéket adni, és családképessé tenni, úgy, hogy a harmadik generáció, negyedik generációnak is legyen gyereke. Na ezt helyreállítani most egy nagyon nagy mutatvány, legfőképpen azért, mert ugye azt mondják, hogy a család, vagy a társadalom építőköve a család. Az alapépítőköve, ugye, de ez valamikor réges-régen volt, hogy a család építőköve, ugye, hogy bocsánat, a társadalom építőköve a család, mert ma már az építőkőnek, tehát a téglának az összetevőit kell helyreállítani, a férfit és a nőt. Tehát a családot nem lehet helyreállítani, meddig a férfit és a nőt, és az ő szövetségüket, hogy legyen abból egy tégla, az helyre nem tudjuk állítani. Tehát a rombolás lement az alapanyagokig. És most ezen dolgozunk, van igény rá. Tehát úgy látszik, hogy a nő mégis férfit keres, a férfi mégis nőt akar magának. Valahogy a fókuszt, ha erre fele tudjuk fordítani. És a Kelet-Európában mi vagyunk az utolsók, akinek még van lehetősége is rá. Mert itt a romlás, itt következett be a legkésőbb. Tehát mi még azért ismerjük a 70-es, 80-as években élő kemény embereket, akik most 80-90 évesek, még talán él is néhány belőlük. Az én szüleim is ugye tavaly haltak meg ugye 80 év fölött, és ők még az a generáció voltak, akit mi láthattunk, hogy ezt hogy kell csinálni. Talán az egyik legfontosabb feladat az, hogy a hagyományt említetted, ugye, bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok, csak ugye ezek mind összefüggő kérdések, hogy a hagyományt azért veti el a városi ember, mert azt gondolja, hogy a város az annyira különbözik a falutól, hogy már erre nincsen szükség. Holott, ez ugye azért teszi rosszul, mert a hagyomány az a kultúra által kicsiszolt legjobb gyakorlat, ugye? Tehát a céget mindig keresik a best practice-t, ugye, azt mondják, hogy mi az a best practice. A best practice az, hogy valaki kitalálja, hogy az a folyamat hogy működjön Amerikában, és akkor mindenhol elterjesztik, hogy ugyanúgy kell csinálni, mert ez jó. Na, az egész hagyományrendszerünk olyan, hogy több ezer évig csiszolták, hogy az hogy működik a legjobban. És azt mondták, nem azt mondták az embereknek, hogy figyelj, csináld így, azért, mert az pszichológiailag, meg így, meg úgy működik, és ez lesz a hatás. Aztán csináld így, ennyi volt a hagyomány. És ha mindenki úgy csinálta, akkor jó lett. Na most az érdekes, hogy én azzal foglalkozok a könyveimben is, hogy ezt a hagyományt, amit mi ismerünk, tehát én is ismerek, ezt át lehet hozni a városba. Tehát meg kell tartanunk a városi vívmányainkat, kell a klíma, kell a jó autó, kell az internet, de amit a hagyományból át lehet hozni a városba, és majdnem mindent át lehet hozni, mert ugyanaz a kártyapakli van a zsebünkben, csak másképp kell vele játszani, de a kártyapakli az tökéletesen ugyanaz. És amikor erről elkezdek beszélni vagy írni, akkor mindenki rájön, tényleg nekünk van saját megoldásunk, tehát a mi kultúránk mai megoldásokat ad az 500 éves, 1000 éves, 100 éves kultúra abszolút mai megoldást ad a városban.
Csak ne higgyük, hogy ez nem, hogy nem igaz. Tehát ez így van. Rengeteg példát hozok a könyveimbe erre. Milyen elmozdulási lehetőséget látsz? Én azt látom, az egyik legjobb motiváló tényező az a rengeteg betegség és a rengeteg boldogtalanság. Hát olyan, a betegség és a boldogtalanság olyan szintre jutott, hogy az emberek sokasága elkezdett valamit keresni, vagy érzik, hogy le valami nincs rendben. Tehát sajnos erre kell ma appellálnunk, nincs más. Tehát az, hogy szeretet, meg ilyesmi, az... Üres szavak sok esetben. Igen, ki is ürítették, rengeteg mozgalom született arra, hogy ez ne jelentsen semmit, az emberek meghallják, hogy szeretet, már be is dugódik a fülük. Pedig mindennek az alapja. Igen. Visszatérve, ugye, ha arra a rengeteg betegségre és rengeteg boldogtalanságra ugye építünk, ami most az embereket, a kereső embereket éri, akkor egyszerűen fel kell mutatni nekik egy képet, ugye, mert azt mondja a magyar, hogyha van kép de arról, hogy mi akarsz lenni, van képed, hogy milyen emberi akarsz válni, akkor képes leszel. Ha nincs kép erről, akkor képtelen vagy. Tehát ennek a képnek az építését mi is például folyamatosan tesszük ebben a férfi és részben női ügyben, mert a férfi ügynek a másik fele női, de mi a férfiakkal foglalkozunk. Másrészt fel kell kelteni a motivációt arra, tehát mindenkit kézen fogni nem lehet. Hanem, illetve kézen lehet fogni, és a sarokig elmegyek, de amikor elengedem a kezét, akkor már ott nem tudja, mit kell csinálni. És ezért fel kell kelteni azt a belső vágyat, hogy ő önállóan akarjon egyet, kettőt, hármat lépkedni. Tehát mindenki a saját őrhelyén, a saját körülményeinek megfelelően, tehát hogy ő hol lakik, hogy ő mennyi pénze van, milyen egészségügyi állapot, a családi állapot, mindenhez képest ő maga kell lépéseket tegyen. Akit csak tudunk, ugye? És ez... Ha ezt tűzzük célul, akkor egészen másfajta társadalmi programokat indítunk el, hogy az embereket önálló lépésekre kell serkenteni, és hogy hogyan adunk nekik ehhez ugye egy képet, ami felé kezdjenek el igazodni, és esetleg olyan kapaszkodókat, amiben mindenki a saját körülményeikhez képest a saját útját tudja kialakítani. És ebben én azt állítom, ugye akár férfiak, akár nők, ugye esetében is, hogy nem vagyunk hibások azért, hogy nem tudjuk, hogy férfiként és nőként mit kell tenni, azért, mert a városiasodás kapcsán már a második, harmadik generáció óta csúszik félre ez a dolog. És az elődeink ugye nem azért nem adták át, hogy mit kell csinálni, mert ők nem akarták átadni, hanem ők nem is gondolták. Azt hitték, hogy jaj, de jó ez a város, fantasztikus, hogy most akkor sokkal kevesebbet kell nekünk fát vágni, kapálni, kaszálni. Menjünk minél többet a munkahelyre, gyűjtsünk pénzt, vegyük meg az első. Mindenki hajtott arra, hogy az elmaradt jót, amit több száz évig elmaradt, mert sokat kellett kapálni, azt most behozza. Mi vagyunk az első generáció, aki felismerte azt, hogy itt óriási problémák vannak. És ezért nem bánkódni kell, hogy mi ezt nem tudjuk, hanem mi vagyunk az első generáció, akinek a kezünkbe kell venni, és egyfajta önbeavatáson kell átessünk. Tehát pótolnunk kell azokat a hiányosságokat, amiket nem tudtunk már átvenni. Még van ahonnan pótolni, és ez a mi generációnknak, vagy a most élőknek, tehát nem csak a generációknak, hanem a most élő fiataltól idősig bezárólag mindenkinek a dolga, hogy ha most kaptunk észbe, akkor most egyfajta pótlást meg kell tennünk ennek az értékrendnek, és ezt bizony önfejlesztéssel, tanulással, olvasással, összekapaszkodással, közösségek építésével kell ugye megtennünk. Erre mondom én azt, hogy ilyen nem volt még a történet, hogy önbeavatáson kell átesni, de a városiasodás sem volt ilyen mértékű. Mindig voltak városok, de az embereknek az 1-2%-a jött a városba, és a többiek köszönték szépen a kényszerű földművelésből tudtak megélni, ami megtartotta őket. Most meg a városban mindenki megengedheti magának, hogy szétessen, és ebben csak az önálló munka, és itt ugye megint van egy nagyon fontos szó, amit ugye ezt is a spirituális, nem tudom, ezoterikus vonal nagyon elcsépelt, ugye ez a tudatosság, hogy csak tudatosan lehet. Én ezt azért nem akarom használni, mert mindig ugye tudatosság is olyan, hogy már minden tudatos. Ezt csak akarattal lehet megcsinálni. Szándékosan. Tehát úgy, hogy eltervezem, hogy én jó útra akarok, és akarattal teszem a lépéseket. Magától velünk ez nem fog előfordulni. Tehát én ezt látom. Zárásképpen utolsó kérdésem az lenne, hogy mi az az üzenet, amit megfogalmaznál kedves nézők felé, mi az a lényegiség, amit úgy érzel, hogy
tudnak vele menni a kedves nézők esetleg olyan szinten valamire, hogy előre tudnak lépni a jelenlegi állapotból vagy helyzetből, amiben vannak adott esetben? Hát én ugye van pár olyan idézet, ami nekem is nagyon tetszik, és az én életemet is vezeti. Ugye, egyrészt ugye Gandhi azt mondta, hogy legyünk mi a változás, amit látni akarunk a világban. Tehát, hogy mi legyünk a változás, amit látni akarunk a világban. Ne mondjuk, hogy ki mit csinál, hanem mi magunk kezdjük ezt el. A másik, ami nekem nagyon-nagyon melbevágott, és azóta is ugye mottom, és ezt a nézőknek is mondom, hogy megjöttek, akikre oly régóta várunk. Ugye mi vagyunk azok. Ugye ez megint annak egy kicsit másik verziója. És magam is desztiláltam valamit, ugye, ami úgy szól, hogy nem olyan világ lesz, amilyen infrastruktúrát, gazdaságot vagy technológiát építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyermeket nevelünk. Mert az általunk nevelt gyermek akármilyen technológiát, infrastruktúrát, törvényt hozol, azt ő úgy fogja megváltoztatni, amilyen ő. Tehát azoknak, akik azt gondolják, hogy a klímaharcból, és a nem tudom, a mások segítéséből, és a tudományos fejlesztésekből ugye fantasztikus jövőt építenek, azoknak is üzenem, hogy azok halálra vannak ítélve, hogyha rossz jövőgenerációt, ha olyan jövőgenerációt nevelnek azok, akik még gyereket nevelnek. Tehát nem olyan világ lesz, amilyen gazdaság, technológia és tudomány, vagy bármilyen más vívmányt építünk, hanem olyan, amilyen gyereket nevelünk. Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor legközelebb innen folytatjuk, mert itt bőven elhozott jó néhány olyan témakör, amit hát érdemes mindenképpen kibontani azért, hogy az embereknek a világképe tisztuljon, és rá legyen világítva itt olyan fontos lényegi dolgokra, mint például a társadalomnak az alap pillérei. Köszönöm, hogy itt Köszönöm szépen is. Kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, és hát innen folytatjuk legközelebb.